harmadik magyar karnapján az 5. Bocskai Lövészdandár zenekara várta a látogatókat a József András Múzeumnál, a Simonyi Óbester Magyar Szabjavívó Iskola tagjai pedig bemutatót tartottak a rendezvény megnyitója előtt. Ezelőtt 3 évvel 7 múzeum és hadi múzeum plusz a Magyar Szabjavívó Iskola kitalálója Mádai Norbert döntöttünk úgy együtt, tulajdonképpen 9-en, hogy minden évben meg kell rendezni a Magyar Kard napját, hiszen egy olyan fegyver a Magyar Kard, amelyik szerte a világban megcsillantotta magát, hiszen csak Kovács Mihályra gondolunk, aki Amerikában harcolt Magyar Karddal, vagy szerte Európában Bercsényi Lászlótól kezdve a magyar huszárok járták be Európa szinteit, így a Magyar Kard, a magyar szabja, a huszár szabja ott volt mindenütt. Na hát ennek akkor kellene egy emléket állítani. Az idei eseményt Emlékezzünk a Hősökre címmel immár az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának szentelték. Kiállítás nyílt az 56-os események tárgyi emlékeiből, amelyek Mádai Norbert, a Magyar Szabjavívó Iskola alapítójának a gyűjteményéből származnak. Vannak köztük emigrációs tárgyak, amelyeket a kifelé menekülők Svájcba, Amerikában menekülők készítettek, és vannak olyan tárgyak, jó néhány, amelyek az 56-os szabadságharc alatt készültek. Katonai felszerelések, fegyverek, fotók, dokumentumok, emléktárgyak, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon szép, színes és rangos kiállításra emlékezünk a szabadságharc és forradalom 60. évfordulójára. A Magyar Kard napja Nyíregyházának is fontos esemény, hiszen a város települési értéktára korábban már kiemelt értékként nyilvánította a magyar szabjavívást és a borsodi vívórendszert.